A szamurájuk fejedelme. Ban Japán szigetét megosztotta két uralkodó család hadserege. A keleti hadsereg, amely fekete-fehér zászló alatt küzdött. A hírhozó! Tokugawa Iyoshiú felsége vezetésével. Az ellenség megkezdte az előre nyomulást, felségem! A piros-fehér zászló alatt harcoló nyugati hadsereg a Toyotomi család fennmaradásáért küzdött. A Sikigaharai csata győztese eldöntette volna Japán jövőjét az elkövetkezendő 250 évre.
Felségem, a támadást visszavertük! Majedan megfutamodott! De soktál, Maja, de ez nem szép. Most az ellenfelem voltam. Igen, tudom. Ők sem tennének mást. Majada, küzd velem meg, mint férfi a férfival. Nem vagyok már gyerek. Adjátok! Látni akarom, amint ő felsége maga veszi le a ruháját. 23 darabból áll. Kérlek, számolj hangosan. Segítsek! Felség! Utánam!
el! Vigyétek ő felségét! Kérlek, indulj a kastélyba! Én feltartom őket! Nem futamodok meg! Kövesd az utasításaimat! Ez atyád parancsa! Kérlek, indulj! Vidd ő felségét és a fiunkat a titkos alagúthoz! Várjatok meg a kijáratnál! Induljatok! Kérem, felség, induljon! Menekülj!
A Toyotomik elvitték az egyetlen fiamat. Atyám, kérem, imádkozzon értünk. A ma reggeli imámban kértem Istent, hogy épségben juttassa vissza fiadat. Bízzunk urunk nagy lelkűségében. Lehet, atyám, hogy egy keresztény fegyverrel ölték meg a fiamat. Atyám, ő felsége tudja, hogy ön szállította a fegyvereket. Atyám maga elárult engem. Hallottam, hogy maga az ellenség szolgálatába állt. Maga hozta ezeket a fegyvereket. 5000 harcosomat vesztettem el ezeket. Kérem, atyám, ajánlja fel szolgálatait ő felségének a fegyverekért. Cserébe ön szabhatja meg a feltételeket. Felségem, ha ferencesek hitre téríthetik az embereidet, annyi fegyvert szállítok, amennyi csak akarsz. Atyám, maguk keresztények. A pénz szeretetére tanítják meg az embereket. És én ezt nem engedem meg. Atyám, szerintem kérjen pénzt a fegyverekért. Vagy talán ajánlja fel, hogy megtanítja ő felsége fiát az európai kultúrára. Atyám, az ajánlatát visszautasítom. Atyám, fogadja el a pénzt ő felségétől. 10 aranytollér fegyverenként. Szamurájok! Ő felsége! Harcosok! Ő felsége a trónörökös érkezik! Fiam, Maeda! Épségben visszahoztad a fiamat! Atyám! Aggódtunk miattad. Harcolni akartam, atyám. De Maeda megtiltotta. Azt mondta, hogy a te parancsodat teljesíti. Atyám, majd a felesége és fia feláldozta az életét azért, hogy épségben visszakapd a fiad. Hűséges emberem. Nagyon sajnálom. Gyere, hozd ide! Hogyan sikerült megnyerned a csatát? Milyen harcmodort alkalmaztál? A kémeim szerint a nyugati hadseregnek európai fegyverei voltak. Rossz harcosok! Maedától kérdeztem. Felségem, a harcosaid legyőzhetetlenek, és Isten is segítségünkre sietett. Ezért győztünk. 20000 toyotomi harcos állt át a hadseregünkbe. Európai fegyverekkel. Ezért sikerült győznöd.
Ezen túl ezek a lőfegyverek fogják eldönteni egy csata kimenetelét. Ó, Maeda, te nem kedveled a lőfegyvereket? Felségem, ezek a fegyverek esőben használhatatlanok. Elázik a lőkor, és nem lehet vele ölni. De a kardom mindig fényes és éles. A szamuráj beszél belőled. De Maeda, többet nem nyerhetünk csatát. Hittel és fényes karddal. A hadseregnek legalább 5000 modern lőfegyverre van szüksége. A legmodernebbekre, hogy megvédhessük hazánkat. Éppen ezért elkíséred a fiamat Spanyolországba, és felvásároljátok a legmodernebb fegyvereket. Maeda, ez parancs. Te vagy uram és parancsolóm. Vasco atya kibérelt egy vitorlást, hogy Spanyolországba vigyen benneteket a fegyverekért. A fiam élete a kezedben van. Felségem, szamuráj vagyok. Az életemet is feláldozom a fiadért. Maeda, hosszú az út. Tanítsd meg a fiamat a szamurájok törvényeire. Lady Yodogimi, nincs oka a pánikra. De a hajó holnap kifut Yorimunéból a fedélzeten. Ne bízzon benne! Ez az ember keresztény, Európában tanult. Ők több urat is szolgálhatnak egyszerre. Lady Yodogimi, biztosíthatom, hogy ősi ellensége Iyasu sosem kapja meg a fegyvereket. De a fia sem tér vissza élve Japánba. És ha az ön fia lesz a császár, engedélyt fogadni a ferenceseknek, hogy templomot építsenek? Atyám, erről biztosíthatom, a fiam nevében. Atyám, az anyám szava parancsa számomra. Akkor, ha kívánják, megöletem Maedát is. Megbízhatom bennük? Induljatok!
Nem tudjuk 20-nál több emberedet magunkkal vinni. Ez vonatkozik a szamurájokra is. Hol a kapitány? Tessék! Itt vagyok. John Crawford. Szolgálatára. Azt én mondom meg, hogy mit viszünk. Nos, valaki magyarázza meg ennek a fiatal embernek, hogy ennek a hajónak. Én vagyok a kapitánya. Ez a fiatal ember fog itt parancsolni. Megértette? Tiszteleg! Vendég a fedélzeten! Nem tudtam, hogy ön is Spanyolországba tart. De igen. Ő felsége Iasu megkért, hogy európai kapcsolataimmal segítsek önöknek. Imádkozzék értünk, atyám. Nem tudunk elég élelmiszert és vizet vinni ennyi ember számára erre a hosszú útra. Vigyétek le a ládát! Az ajtót! Óvatosan, katona! A császári ruha van benne. Szerintem császári szarságok. Kérem, felség, uralkodj magadon! A hajón én parancsolok. A legénység öltözzön fel. Úgy néznek ki, mint az állatok. Nem hallottátok? Öltözzetek fel! Kifutunk, legénység a vitorlákhoz! Engedjétek le a törzsvitorlát! Törzsvitorlát leengedni! A segédvitorlákhoz! A segédvitorlákat le! Húzd meg! Kormányos, 20 fok nyugatra! Mozgás, emberek! Orvitorlát le! Kormányos, 40 fok nyugatra! Nomini Patri et Filii et Spiritus Sanctus. Hiszen pálcával kellene ennünk. Akkor élveznénk igazán ezt az ételt. Mit eszünk? Pácolt borjúvelő. Hm.
Uram és parancsolom, kérem, ne sértse meg vendéglátóinkat. Japánban még a kutyákat is különbételekkel etetjük. Most nem Japánban van, uram. Ön a vendégem. Elnézést, ellenőrzöm az embereimet. Segítséget kell hívnom! Kapitány úr! Kapitány úr! Kitört a vihar! Léket kaptunk a hajófenéken! Miért csak most szóltok? Mert nem tudtuk felébreszteni! Tűnjetek innen! Kulcsát. Meg akarom nézni, hogy minden rendben van-e. Veled megyek. Te menj előre. Jövök én is. Tessék. Végezzetek vele! Ford, jól van! Thank you.
Ez a maga tanítványa! Ez nem igaz. Az a ferencesek keresztje. Barna. A jezsuitáké fekete színű. A ferencesek Toyotomi szolgálatába szegődtek. Pancsolunk még? Tessék, fogd meg a fiadat. Úgy látom, mára elég lesz. Ki jó, vidd ki a fiamat. Köszönöm, hogy megmentette az életemet. Nagyon hálás vagyok. Amikor magára találtam, ezt szorongatta a kezében. Köszönöm. Ez az egyetlen vagyonom. Csak ez maradt meg. A nejem. Maga nős. Családja is van? Volt egy 8 éves lányom. A feleségemmel együtt lelte halálát, amikor elsüllyedt a hajóm. 10 éve. Én túléltem. Nincs Isten. Én is elvesztettem a családomat. Akkor megérti, hogy az élet csak szenvedés a számomra. Egy szamuráj élete az ura kezében van. Ő csak szolgál. Az uram boldogsága fontosabb az én szenvedéseimnél. Csodálom magát. Komolyan mondja. Szeretnék még egy fiút. Biztos vagy benne? Igen. És még 2 szép lányt. Van még időnk szerelmem. Várj, felébred a fiat. A szamuráj gyereke fegyelmezett. Tudom, hogy kire gondolsz. Én is gyakran gondolok rájuk. Cádiz, Spanyolország. 1602. Kérem, ne bízzon senkiben, uram. A közöttünk lévő áruló a legveszélyesebb. Őrség, tiszteleg, Heres hercege! Őrség, tiszteleg, Heres hercege! Uraim, félre kell állnunk. Heres herceg és a marokkói szultán a palota felé tart. Uraim, most Spanyolországban vannak. Boruljanak térdre előttem! A japán trónörökös vagyok! Kérem, felség! Egyetlen vagyunk a diplomácia. Még hogy térdre boruljak, egy gyerek előtt! Ne nevezzen gyereknek! Kérjen bocsánatot, vagy megölöm! Don Pedro, hasítsa ketté! Felség, látta a fegyverüket? Nincs rajtuk kanóc. Ez esőben is hatásos.
Üdvözlöm Önöket Spanyolországban! Élvezzék királyi vendégszeretetemet! Osafuna, a legnemesebb acélból készült szamurájkat. A toledói acél a legnemesebb. Uram, ezeknek nincs aranyuk, pénzük, ezüstjük. Idejöttek sejemruhában, mint valami koldusok Afrikából. Megtiszteltetés számomra az önök ajándéka. Érezzék magukat otthon a királyi palotában. Lenyűgözött bennünket a spanyolok fegyverzete. Különösen az a kézi fegyver, amelyik kanósz nélkül működik. A pisztolyainkra gondol? Az nem eladó! Semmi pénzért! Bocsánatot kérem, ha megijesztettem. Nem ijesztett meg. Csak meglepett, uram. Azért jöttem ide, hogy gondolkozzam. Én is. Ez a karma. Lelkünk nyugalma. Karma? A sors. Cecilia kisasszony! Örülök, uram, hogy megismerhettem. Gyönyörű ez a sejem. Köszönöm. A franciáknál a király jogában áll a nő szüzességét elvenni. Azt hiszem, a királyunk már nem képes arra. Tetszik az a hölgy? A neve? Lady Cecilia, Don Pedro menyasszonya. Kár, hogy szerelme viszonzatlan marad. Királyom, azt hiszem, hibát követel, hogy ezeket a ferdeszeműeket vendégül látja. Sosem szabadul meg tőlük. Gyakran gondolok önre, atyám. Hogy maga ördöge, vagy pap? Maeda úr! Maeda lovag Japánból érkezett. Örvendek. A sorsunknak köszönhetjük, hogy ismét találkozunk. Cecilia, ön nem mondta, hogy ismeri ezt az embert. Ó, látom, a híres toledói kardját viseli. Kívánja, hogy megmutassam önnek, mennyire éles? Ne! Nem akarok vért látni az esküvőm előtt. Bebizonyítom, hogy a toledói acél a legjobb a világon, anélkül, hogy darabokra szabdalnám magát. Tanulni jöttünk ide. Ez a toledói acél. Nos, lássuk az ön kardját. A szirmokat dobjátok bele. Most mit csinál? A kardját érezi a hitével. Ó,
Ez egy nagyon régi trükk. Ne nyúlj a kardomhoz! Ez a kard az élete a szamurájnak. Tüzelésre felkészülni! Tűz! Ez a legújabb csodafegyverünk, uram. Ezzel a fegyverrel a legerősebb hadserege lesz, uram, egész Európában. Kérlek, felség, óvakodj Don Pedrótól. Értem, Moeda, de mivel fizetünk? Nincs semmink a kardunkén. Ne haragíts magadra, Don Pedrót. 21 lövést képes leadni, anélkül, hogy újra töltenék. Tűz! Jól érzi magát Spanyolországban? Igen, felséges uram. Köszönjük a vendéglátást. Szívesen, nagyon szívesen. Megsértette a mennyasszonyomat. Elég tételt követelek. Miért? Tisztelem és csodálom ezt a gyönyörű hölgyet. Ez az idegen egy gyáva nyúl. Öld meg, Maeda! Vagy talán arra vár, hogy ez a kis majom küzdjön meg velem. Oh, my God.
Bocsánatot kérek, Don Pedro. Nem volt szándékomban megsérteni. Megdöbbentem, amikor megláttam a Cecilia kisasszony nyakában függő medált. Crawford kapitány nyakában ugyanolyan függ. Hogy mondja? Az anyámé volt. Lányom. Ne nevezd a lányodnak, 15 évig nem kerestél. Azt hittem, meghaltál. Hogy kerültél Spanyolországba? A bátyát Sherry Brandyt importált Spanyolországba. 10 évvel ezelőtt eladott Don Pedrónak. Szemet vetett rám, és elcserélt egy szállítmányért, mert te soha nem kerestél engem. Mert nem hittem, hogy életben maradtál. Nem akarlak többet látni. Kislányom! Ne nyújj hozzám! Kapitány, takarodjon Spanyolországból! Szálljon vízre! És vigye magával ezeket a majmokat! Don Pedro! Hálával tartozunk Maeda úrnak. Megmentette az életünket. A magáét is. Elfelejtette? Hálánk jeléül, Maeda úr, elküldjük ő felségének ajándékba az ön által megcsodált fegyvereket, és a legújabb csodafegyverünket is. Az öné lehetne 5000 darab kanóc nélküli spanyol lőfegyver. És a csodafegyver is. Ingyen. Ember. Maga a marokkói szultánnal beszél, nem egy tolvajjal. Az óceánban hemzsegnek a cápák. Óvatosan emeljék fel! Lassan! Lassan! Összetöritek a narancsfáimat! Óvatosan! Pofa be! Most mondom, hogy óvatosan! Buta barbárok! Állatok! Vasco atya, úgy döntöttem, hogy magát nem viszem vissza Japánba. De miért, Maeda úr? Meggyőződésem, hogy magának nem érdeke, hogy visszatérjünk. Ez megdöbbentő. Én is ő felségét szolgálom. Úgy, mint ön. Sőt, én még Istent is szolgálom. Yarimune! Kérem, ne igya meg! Lehet, hogy mérgezett. Láttam, az az ember beletett valamit. Te idd meg! Idd meg!
Ne haragudjon, atyám. Majd a tévedett. Bizonyította hűségét irántam. Visszatér velünk Japánba. De felség! Köszönöm, atyám. Jól vagy, kislányom. Hol van Maeda úr? Szűz Mária, segíts meg! Maga mit keres itt, gyermekem? Megszoktam. Nem megyek férjhez. Kapitány, ha élni akarunk, vissza kell küldenie. Ez nem tőlem függ, atyám. Maeda! Felmegyünk a fedélzetre. Felség, a lányom velünk akar jönni. Lefoglalom a hajójukat. Vissza kell adnia neki. Ő Don Pedro tulajdona. Apám, ne tedd! Gyűlölöm! Don Pedro egy szemétember. Neked kell döntened, felség. Cecilia kisasszony elvitorlázik velünk Japánba. A kisasszony a vendégszeretetünket élvezi. Azt mondtam, a hajót ezennel lefoglalom. Ez Japán felségterület. Ő felsége tudotta már veled. Indulunk. Legénység az árbócokra! Vitorlát, bonts! Hagyd azt a kötelet! Maeda! Az éles állta előtt elfoglalom a hajódat. Felakasztalak téged és azt a kis majom császárodat a főárbóc tetejére! Fog keletre! Orvitorlát, bonts! Mozgás, lusta disznó! Húzzátok meg! Kormányos, 35 fok észak-keletre! Tessék! Irányt változtatunk, öcsi. Mert Don Pedro szerintem itt vár bennünket. De mi megkerüljük Funchalt. Remek. Dobo! Még egyet! Maeda, úgy döntöttem, hogy Cecilia kisasszony megteszem az ágyasommal. Ezt nem teheted. Nem lehet egy európai barbár az ágyasod. Ezt botrányosnak találná felséges atyád. Úgy gondolod? Akkor neked adom, legyen a te ágyasod. Végül is, te nem vagy Tokugawa. Ez kedves tőled, de... az embereknek van lelki világuk is.
Nem minden európai barbár. Nem értem a logikádat. Felajánlottam neked egy gyönyörű ágyast. Látom, hogy nagyon tetszik neked. Valóban, de honnan tudod? Honnan? Láttam, hogy milyen szemekkel nézel rá. Lőj, te következel. Igen. Dobd! Ez mellé ment. Én mára befejeztem. De te csak gyakorolj tovább. Értettem. Smithy, ma ne gyújtsatok lámpát. Don Pedro a nyomunkban lehet. Kérem! Nyitva hagytam az ajtót. Bocsánat. De Maeda úr, hát... nem látja, hogy éppen fürdök? Japánban. Egy kádban fürdünk a nőkkel. Hát, nagyon kérem, legalább adja ide a törülközőmet. De még tiszta szappan a háta. Tudja, mit láttam? Kádizban, fekete szappant. Olívabogyóból készítik, ugye? Adja ide a ruhámat. Már is. Azt szeretném kérni öntől, hogy bocsásson meg az édesapjának. Együtt kell élnie vele. Nem fogok az apámmal élni. Megkérhetem, hogy távozzék, amíg felöltözöm. Kötelessége boldoggá tenni az apját. És mi lesz az én boldogságommal? Kérje meg az apját, hogy adja férjhez. És ha én nem akarok férjhez menni? Például egyedül akarok élni. Egy ilyen gyönyörű nő egyedül? Ez egyszerűen elképesztő. Sokan szeretnék, ha maga az ágyasuk lenne. Persze magának nem kellenék. Nem. Igaz, szerintem gyönyörű színe van a hajának. Szóval vigyázzon magára. Igen? Nagyon köszönöm a bókjait és a jó tanácsokat. Nagyon, nagyon szívesen. Kapitány! Hajó közeledik a kikötő felől! Az egy gálya. Egy latin gálya. Kalózok! Felkészülni a fogadtatásukra! Samurájok! Meg kell védeni a hajót! Kerüljük a vérontást. Adják át nekik a lányt és a fegyvereket. Ne féljen, kisasszony. A védelmünk alatt áll. Harcolunk! Parancsára!
sászár és halsz meg! Apám! Megadjuk magunkat! Nem! Larcolj, ne add fel! Menj! Szégyent hozol a család nevére! Tegyétek le a fegyvereket! Igazi szamuráj sohasem adja meg magát. Rabat, Marokkó fővárosa. Don Pedro! Uram! Szóval ezért nem találtuk meg Cecíliát. A váltságdíja 25 ezer aranydukát.
Azt mondta, Don Pedro megérkezett, és vissza kell mennem vele. Nem megyek, nem. Inkább meghalok. Én vigyázok rád. A szamuráj fogadalma szent. Ó, Yorimuni. Számomra még gyerek vagy. Igen, gyerek vagyok. De én vagyok apám egyetlen szamurája, aki még teljesíti a kötelességét. Kérlek, kérj segítséget Maedától. Ő áruló. Nem harcolt az életéért. Nem harcolt, mert téged akart megmenteni. Engem? Többet nem láthatod. Ő már nem tartozik a családomhoz. Ellenőrzést tartanak. Keresni fognak, Yorimune, menj! Én megvédelek. Menj, kérlek. Megölnek, ha itt találnak velem. Crawford! Állj fel! Ne beszélj! Polkos! Állj fel! Crawford! Szedd össze magad! $25,000. Ajánlom, hogy épségben legyen, és azonnal vigyétek a hajónra. Türelem, barátom. Ma este élvezd a vendégszeretetemet. Holnap reggel elmehetsz. Nem tudom, milyen játékot űzöl, de... Én sakkozni szoktam. Tudsz játszani? Hát persze. Remek. Akkor játszunk egy partit. Aki leüti a királynőt... Azért ma este Cecilia. Crawford, figyelj rám. Egyszer halálra ítéltek. Elfogtak bennünket apámmal együtt. 14 éves voltam. Egy szamuráj felkínált az apámnak egy darab kenyeret. Apám nem fogadta el. Azt mondta, ezzel elrontaná a gyomrát. Megkérdeztem, miért nem fogadta el apám? Egy óra múlva úgyis felakasztanak. Azt mondja, nem tudod, hogy mi történik a következő pillanatban veled. Ne add fel a reményt. Kérlek, Crawford, ne add fel a reményt. A királynő leütött egy gyalogot. Királynő leütött egy futót.
Kegyelmezd meg! Véletlen volt! Én nem úgy láttam. Szándékosan tette. Téged magával vitt volna, ha elvesztem a partit. De ő is megkapja a jutalmát. Védd magad! Engedjétek el! Maeda úr! Megmentette az életemet. Mit kérsz tőlem? Szultán, haza szeretnék térni Japánba, ő felségével. Mehettek. Abban az esetben, ha túléled a holnapi napot. Holnap, Maeda, ezzel a szemét féreggel megküzdötök az életedért. Ha megölöm, szabadon engedett Cecilia kisasszonyt, ő felségét, a kapitányt és az embereit. Ám legyen! És visszaadod a fegyvereimet. A fegyvereidet? Jó kereskedő vagy. Megkapod. A szavadat adod rá, uram? Az életemre esküszöm. Nem tudok aludni. Reméltem, hogy itt találok. Kérlek, ne küzd meg Don Pedroval. A kardja nem győzheti le a kardomat. A kardnak lelke van. Ő egy ravasz ember. Nem tud veszíteni. Vigyél magaddal. Követlek bárhová. Bárhová. Bár megtehetném, de erről én csak álmodozhatom. Teljesíteni kell a kötelességemet. Felesküdtem a kardomra. Nem érdekel az esküd. Kérlek. Őrizd meg a családom kardját. Ez sokat jelentett nekem. Ezzel megvédheted magad. Mindig tartsd magadnál. Mikor fog hatni? 10 perc. És akkor meghal? Nem. Ez a méreg nem olyan erős. De lelassul. Az izmai elernyednek, és akkor végezhetsz vele. Én nem megyek vissza veled. Felség, mindent megbeszéltünk. A te feladatod a legfontosabb. Megszerzed a fegyvereket, és kiszabadítod a legénységet. Maeda, köszönöm, amit értem tettél. Thank you.
Elmúlt dél. Maja, de azt mondta, délben el kell indulnom. Várjuk meg. Nem lesz dagály. Kössünk békét, Don Pedro. Én nem vagyok az ellensége. Nincs kardom, amit átnyújthatnék neked a barátságom jeléül. Kérlek, fogadd el a tőrömet. Kitűnő harcos vagy. Te leszel a seregem parancsnoka. Tőlem mindent megkapsz. Megtisztelsz, uram. De nem ezt ígérted. Hallára esküdtem. Nem, de szavadat adtad. Allá nem hallotta. Nem akartad megtartani az esküdet. Te nem vagy ember. Egy csaló vagy. Egy hazug. Fogjátok el! Vágjátok ki a nyelvét! Dobjátok a viperák közé! Thank you.
Takarjátok le! Imát mondunk a hajódért. Térdeljetek le. Imádkozzunk. Mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Ámen. Dobd el a kardot, szamuráj! Yorimune! Te maradj ott, ahol! Maeda! Felség! Gyakran kell küzdened. Némelykor meg kell adnod magad. Ne tedd, uram! Kérlek! Megesküdtem, hogy csak Japánban használjuk a csodafegyvert. Micsoda szégyen! Tőled kell megtudnom, hogy mit jelent az eskü. Alla legyen veled! Hey! Hey! Készüljetek, azonnal indulunk haza. Felség. Kapitány. Kapitány. Teljesítse a parancsát. Kapitány úr. Igen, uram. Ó, felség, felséges Yorimune uram. Legénység a vitorlákhoz! Értettük, igenis! Nem éli túl ezt az utat. Visszajövök érted.
Ha jobban lesz, hazaviszem Angliába. Bárhová mész, én megtalállak. Jori Mune, hiányozni fogsz. Cecilia, menj velük. Velem ne törődj. Ha itt maradsz, Elzaidan az ágyasává tesz. Hazavisszük Kófort Angliába. Ez már beszéd, uram. Tartsátok a legnagyobb sebességet! Kezdetek. Meddig maradsz Angliában? Ha te is úgy akarod. Örökre. Magyar hangok. Barbinek Péter, Bartuc Attila, Borosz Zoltán, Beregi Péter, Felföldi László, Juhász Jácint, Kis Erika, Kenderesi Tibor, Kristóf Tibor, Csénémet Lajos. A magyar változat munkatársai. Áhel László, Dávid Imre, Katona István, Mata Zsófia, Traub Gyula, Vágy Zsuzsanna. A szinkron a Videorend megbízásából a Mobi közreműködésével Demjén Imre vállalkozásában készült.